Elindult a falusi civil alap, összesen 5 milliárd forint jut a közösségek erősítésére a programban. 420 millió forintból épült turistaház Szaporcán, 50 fő befogadására alkalmas a Kolokán szálló. Összetartoztunk, összetartozunk, rendhagyó módon emlékeztek Trianonra, a Nagy Lajos gimnáziumban. Utoljára lépett fel közönség nélkül a Pécsi Playback Színház, összesen 5 online előadást tartotta. Köszöntöm a nézőket, önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! Elindult a falusi civil alap, mely az 5000 fő alatti településeken működő civil szervezetek támogatására létrejött program. A pályázati keret 5 milliárd forint és a helyi közösségeket erősítő elemeket tartalmazza, vagyis eltér a nemzeti együttműködési alap elemeitől. A hét elején jelent meg a kiírás, a pályázatokat július 1-től lehet benyújtani, jelenleg az igények felmérése zajlik. Álmosvölgy Pécs-Bagota határában található, nevét Álmos vezérről kapta. 20 év kemény munkájával, többek között bozótirtással, gémeskút tisztítással, fa épületek felhúzásával, valamint íjászpályák és földvár építésével sikerült egy olyan völgyet létrehozni ezen a helyen, melyre talán az 1000 évvel ezelőtti magyarság is büszke lenne. Itt egyesületi formában őrzik a magyarság hagyományait. Ők is pályáznak a Magyar Falu programon belül, a falusi civil alap támogatásra. Álmosvölgy 20 éve lett megálmodva, most a 9-10. Századi magyar történelmet szerettük volna egy kicsit közelebbről bemutatni. 15 éve fogadunk iskolás csoportokat, óvodás csoportokat is, és a gyerekekkel szeretnénk megismertetni tulajdonképpen a régi magyarok fegyverhasználatát, hogy milyen állatokkal éltünk együtt, milyen ruhánk volt, hol éltünk, maga a jurtának a felépítését, a szerelését, az elvitelét, a lerakását, tehát magát az életmódot, amit ez a történelmi korszak felölel. Mindig az állatokkal szoktunk kezdeni, lovagolunk és tevegelünk, utána pedig jön a jurtánkban egy élő történelemóra, ahol közelebbről megfoghatják a régi ruháinkat, a fegyvereket, és utána pedig ezeket a fegyvereket gyakorlatban is használhatják. Íjászkodnak, csatacsillag, dárdahajítás, szabjavívás, minden olyan fegyver, amit régen használtunk. Van közt egy kis szünet, és akkor a legvégén pedig várfoglalás van a gyerekeknek, egymás között harcolhatnak kicsit. Szeretnénk kinyitni a völgyet a családok felé is, tehát hogy nem csak úgymond az iskolás és óvodás csoportok. Ehhez viszont szükségünk van egy vendégházra, hiszen akár aki kisbabával jön, vagy nem mindenki tud először illeszkedni ez a komforthoz, hogy jurtába aludjunk. És így gondoltuk, hogy a faluba egy vendégházat nyitnánk, és ugyanúgy maradnának ezek a programok, csak nyilván az esti elszállásolás akkor egy ilyen falusi környezetben lenne. Nekünk ez egy hatalmas lehetőség, mert eddig teljesen magunkra voltunk utalva, és én azt gondolom, hogy innen tudunk mi majd nagyon sokat fejleszteni, hogy számunkra is teljesen nyitott az út, hogy támogatást kapjunk az ilyen úgymond családi vállalkozások is. A hét elején jelent meg a Magyar Falu program falusi civil alap kiírása. A pályázatokat július 1-től lehet benyújtani. Jelenleg az igények felmérése zajlik. Baranya megye minden járásában tájékoztató fórumot szervez a Civil Információs Centrum. Bemutatják majd a pályázat részleteit, a pályázatkezelőrendszert, és megválaszolják a felmerülő kérdéseket is. Hát a Magyar Falu program egy már korábban elindult konstrukció, alapvetően az 5000 fő alatti településeknek szól. Korábban az önkormányzatok pályázhattak, most az idei évtől kezdve már a civil szervezetek számára is megnyíltak a lehetőségek. Korábban még az első tervek szerint márciusban indult volna el a pályázat, azonban sajnos, mint majdnem mindenben, a koronavírus itt is közbeszólt, így csak most június elején tudott elindulni a pályázat. Az elsődleges tapasztalatok alapján nagyon népszerű lesz a pályázat, ugye új konstrukció, tehát korábban még senki nem tudta igénybe venni, viszont a legtöbb tapasztalat az, bárhol járunk a megyében, hogy mindenki várja, mindenki számára egy olyan lehetőség ez, ami korábban nem volt. Az 5000 fő alatti településekről gyakorlatilag bárki, bármilyen civil szervezet nyújthat be pályázatot,
egyesület és alapítvány is, ilyen szempontból nagyon rugalmas a pályázat. 4 kategória áll rendelkezésre, lehet tárgyi eszközökre, gépjármű beszerzésre, vagy felújításra, ingatlan beszerzésre, vagy felújításra és programokra pályázni. Ingatlan beruházásra és felújításra 6 millió, gépjármű beszerzésre 4 millió, programokra és tárgyi eszközökre pedig 2-2 millió forint áll a civilek rendelkezésére. Nem kizáró tényező, ha egy pályázó egyesület elnöke, polgármester is. Ez is újítás a korábbiakhoz képest. Csaknem 420 millió forintból épült meg egy teljesen új vendégház az Ősdráva látogatóközpont mellett. A Baranyai Szaporcán pénteken adták át az épületet, mely összesen 50 fő befogadására alkalmas. A Kolokán szálló az idei nyártól mintegy 900 négyzetméteren várja a látogatókat. Egy teljesen új vendégház épült a Baranya megyei Szaporca külterületén. Az egykori mezőgazdasági művelés alatt álló földterületen még 2012-ben épült meg az Ősdráva látogatóközpont. A 17 hektárnyi területen utat építettek, kialakították a közműveket, most pedig a téli ödön program keretében megépült a Kolokán szálló. Az érdeklődők már fel is kereshetik a turistaházat és a Dunadráva Nemzeti Park szinte minden látnivalóját. Május 8-a óta a kültéri bemutató helyeink közül a Szaporcai Látogatóközpont őshonos állatokat bemutató állattartó telepe, az itt található közel 8 km hosszúságú tanösvény, a kültéri bemutató elemek, a játszótér, a szaporcai holtág létesítményei, azok látogathatóak. A mai napon egy nagyon fontos eseményhez érkeztünk, hiszen itt a látogatóközpont területén 100%-ban a magyar kormány finanszírozásával megvalósulhatott a téli ödön programból egy 50 fő befogadására alkalmas turistaszállónak a megépítése, 11 szobával, amiből 2 apartman, 3 hatágyas szoba és az összes többi pedig 4 ágyas szoba, társalkodóval, egy komplett melegítőkonyhával és azt gondolom egy minden igényt kielégítő szolgáltatási rendszerrel. Örömmel mondhatom el önöknek, hogy az első foglalások már a megnyitás előtt megérkeztek. Kormánybiztos úr jóvoltából 400 vándortáboros diák fog itt megszállni nálunk a nyári időszakban. A Bőkösz Fesztivál idejére már a teljes épületet lefoglalták. Augusztusban lesz a magyar pásztorkutyák terelő verseny, ami nagyjából egy ilyen 600-800 fős rendezvény szokott lenni. Arra az időszakra is teljes foglalásunk van, és hát bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben hasonló eredményekről, eseményekről tudok önöknek beszámolni. Az ünnepélyes átadó rendezvényen Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, a minisztérium célja, hogy jobbá és kényelmesebbé tegyék a látogatók számára a természetben eltöltött időt. Éppen ezért a hazai költségvetés és az Európai Unió forrásainak felhasználásával a nemzeti parki igazgatóságok összesen több mint 40 milliárd forintot fordítanak a természeti értékeink megőrzését és bemutatását célzó közvetlen beruházásokra az idén véget érő többéves pénzügyi ciklusban. Az így megvalósuló csaknem 100 projektnek köszönhetően legalább 100 ezer hektáron javult a természeti területeink és természeti ismeretek átadását szolgáló létesítményeinknek az állapota. A minisztérium irányításával az állami erdőgazdaságok is kivesik a részüket az ökoturisztika támogatásából. Az elmúlt 10 évben több mint 20 milliárd forintot fordítottak az erdei turizmus szolgáló fejlesztésekre. Az állami gazdálkodás sok helyen a turisztikai szolgáltatások hosszú távú fenntartásának a záloga, hiszen az erdőgazdaságok évente mintegy 4 milliárdot fordítanak a természetjárást szolgáló infrastruktúra fenntartására. A téli ödön nemzeti turistaház fejlesztési program révén az igazgatóságok szálláshelyének fejlesztésére, korszerűsítésére az elmúlt 3 év alatt csaknem 500 000 forintot fordítottak. A ma felavatott Kolokán szálló is ebből a keretből valósulhatott meg, csaknem 420 millió forint értékben. Az ünnepségen Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk a legélhetőbb országok közé tartozzon. Ehhez hozzátartozik a természeti kincseink védelme és megismerése is. Így teljesen átalakult a turistaházakhoz, természetjáráshoz való viszony kormányzati szinten, tette hozzá. Több mint 120 turistaház újult meg az elmúlt 10 évben, épült
41 néhány új kilátó, és másik 41 néhányat sikerült felújítani. És ha azt látjuk, azt nézzük, akkor a látogató központoknak a nézőszám, akik jegyet vettek a látogató központban, az elmúlt 10 évben kb. 70%-kal növekedett az adatok szerint. Tehát van egy ilyen pozitív fordulat, tulajdonképpen elmondhatjuk a társadalmi szinten is. Tehát a kormány, amilyen beruházásokat biztosít, arra nagyon gyorsan megérkeznek a nézők is. És hát nem is tudom, de a turistaházas elképzeléseinkben biztos nem illik az bele, hogy minden szobában légkondicionáló van, hogy hőcserélős rendszerrel, hőszivattyúkkal van megoldva a fűtés, és ugye a szennyvizet is itt helyben a legmodernebb technológiákkal dolgozzák fel, tehát egy igazán környezetbarát, minden komfortnak megfelelő turistaházat tudunk átadni. Nagyon sok szép épületet adtunk át az elmúlt 10 évben, újítottunk meg, de itt azt hiszem az Ősdráva mentén ez a Kolokán turistaház az egyik legszebb az elmúlt 10 évben átadott és felújított turistaházak közül is. És nagyon fontos helyen van ez a turistaház, itt az Ősdráva látogató központ mellett. Eredetileg nem ide tervezték, és én is javasoltam, hogy itt egy csodálatos látogató központ mellett, ami 2015-ben az év látogató központja volt Magyarországon. Ide kell elhelyezni ezt a turistaházat, mert itt szinte minden megvan. Gyönyörű szép környezet, nagyon sokféle kirándulási, túrázási lehetőség van. Az idei nyártól közel 900 négyzetméteren várják az Ősdráva látogató központban és az új Kolokán szállóban a természetbarátokat. Már ősszel megszületett az ötlet, hogyan emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziumában. A flashmob próbákat és az előkészületeket azonban a pandémiás időszakban be kellett szüntetni, így egy kis filmet készítettek, valamint hatalmas napórát készített az iskola egyik tanára, és emléktáblát is elhelyeztek az épületen. A filmet június 4-én 16 óra 32 perckor egyszerre nézték meg a pedagógusok és a diákok. Összetartoztunk, összetartozunk. Ezzel a mottóval szervezett rendhagyó megemlékezést a trianoni döntés 100 éves évfordulójára a Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma. Mivel a tervezett flashmobot a koronavírus járvány miatt nem tudták megvalósítani, új ötletekkel állt elő az iskola közössége. Egy nagyon különleges helyzetet élünk most meg. Évelején még csak gondolatilag sem merült fel bennünk, hogy ilyen körülmények között emlékezhetünk ezen a jeles napon. Azt terveztük, hogy lesz egy rendkívül nívós, szép ünnepség, amit a 800 fős diáksággal és a tantestülettel együttesen tettünk volna, és gondoltunk versenyekre Trianonnal kapcsolatosan, és egy flashmobot is szerettünk volna itt a sportudvaron. Ebből semmi nem maradt, csak egyetlen ötletünk maradt meg, ami most itt látható az iskola díszudvarának falán, a trianoni napóra, és alatta egy márványtábla Babits idézetével. Most ennek kell örülnünk, hogy ez megvalósulhatott, hogy kollégám Huszár Ferenc ecsetnyomait most itt élvezhetjük, és örülhetünk neki. És úgy gondoltuk, hogy ezt szeretnénk kiegészíteni egy filmmel is. Trianon tragédiájából merített erőt a közösség, és mindenki vállalt valamit azért, hogy méltó legyen a megemlékezés június 4-én. A tantestületben ötleteltünk, meg a munkaközösségekben különböző ötletek születtek, és az én munkaközösségem személy szerint az én ötletem is volt, hogy szeretnénk egy napórát megvalósítani, de az idő múlásához, szimbolikájához, meg az egyházi intézményeknek a falaihoz szerintem nagyon illene egy napóra, és az iskola vezetése támogatta ezt az ötletünket, és így kezdtem el gondolkozni, tervezni ezt az egészet.
Sok tervet készítettem, benyújtottam a vezetés felé, és aztán ők választottak, és azt tovább dolgoztam, és végül is megszületett ez a trianoni napóra. A nemzeti színeket hoztam elsősorban, tehát a piros-fehér-zöldet ebben gondolkozva, és hát, hogy mindenképpen az elcsatolt területeket látványossá téve, különböző színekbe oldottam meg, és a szegény kis csonka Magyarországunkat hagytam fehérre természetesen az ürességével, hogy kiüresítették ebből a szerződéssel ezt az országot, tehát annyira megcsonkították. A betűképről van szó, tehát hogy a különböző betűk nagysága, az a fontosságokat, nagyságokat is jelképezi. Általában városokat írtam fel, Őrvidéken van néhány kisebb település is, mert ott kevesebb várost csatoltak el tőlünk. Próbáltam a délvidéket és Erdélyt, mivel hogy ez is zölden van, a piros-fehér-zöld miatt elkészítve, hogy el tudjam azért jól választani, remélem, hogy ez sikerült. A fontos szimbóluma még a pálcának az elhelyezése volt, tehát az árnyékvető pálca. Azt úgy gondoltam, hogy nem Magyarország közepére, fővárosára, hanem ópusztaszerre teszem, és hát úgy vérzem, hogy azért többé-kevésbé sikerült is ezt úgy bekalibrálni. Az óraátállítás miatt egy kicsit mindig téved, de remélhetőleg azért nem sokáig lesz ez így. Egyik kollégám nagyon sokat segített ebben, a március 21-én a napi egyenlőség napján alpinista módszerrel a pálcának az árnyékait óránként felrajzolta, hogy ezen az alkalmon és ehhez viszonyítva minél kevesebbet tévedjen a napóra, mert ugye azért téved nem lehet olyan halálpontos, mert hát ahogy a nap jár a két térítő között, így azért el fog térni pozitív és negatív irányba. Ugyanis készítettünk még egy rajzpályázatot, mivel hogy a flashmobhoz hozzátartozott volna egy olyan megmozdulás, hogy az összes diákunk kapott volna egy pólót, amelyen a rajzpályázat eredménye lett volna rányomtatva. Különböző színű pólók lettek volna ezek, és a flashmobban ez fontos szerepet játszott volna. Remélhetőleg tényleg meg fog valósulni előbb-utóbb, nagyon szeretném. És a rajzpályázat kapcsán éreztem azt, hogy a gyerekek sok mindent tudnak. Természetesen nem eleget, úgyhogy akiket én tanítottam és próbáltam motiválni a rajzpályázatra, azok igen sokat hallottak tőlem erről az alkalomról, erről a csonkításról. Az elkészült kisfilmet június 4-én 16 óra 32 perckor együtt, de mégis külön nézte meg az iskola közössége. A pedagógusok azt tervezik, hogy a megemlékezést és az emléktáblaavatót szeptemberben megtartják majd. Szerdán tartotta utolsó online előadását a Pécsi Playback Színház. Március óta összesen 5-ször játszottak közönség nélkül. A színészeket nagyon megviselte ez az időszak, hiszen az improvizációs színházi műfaj a nézők élményeire épül. A társulat most nyári szünetet tart, aztán szeptembertől készülnek a 25 éves jubileumra. Üresek a széksorok a Művészetek és Irodalom házában, ahol korábban teltházas előadások voltak. A pandémiás időszakban a Pécsi Playback Színház tartotta meg hazánkban az első, világviszonylatban pedig a harmadik online előadást, amit aztán további 4 követett. Legutóbb és utoljára szerdán játszottak közönség nélkül a színészek, de most ők egy térben voltak. Hát az elmúlt 3 hónap, ugye márciusban léptünk utoljára fel így a hagyományos körülmények között. Akkor is már érezhető volt, ezt említettem, hogy kevesebb néző volt. És akkor a tegnapi napig összesen 5 előadásunk volt, 3 az havi egy szokásos, és 2 másik előadás, egyik a bázis a kóprodukcióban, a másik pedig a kilátás, akik vakokkal dolgoznak, a bázis pedig függőkkel dolgozik. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy januárban a téli táborunkban, amikor együtt voltunk, ahhoz képest volt egy harmónia, egy jó összeszedettség, és jól indultunk neki az évad második felének,
Ezért minden borult, megjelentek nagyon erős dinamikák a csoportban, nagyon-nagyon kényszerítve, nehezen éltük meg azt, hogy így mindenki külön-külön otthon. És hogy válaszoljak a kérdésedre, és tegnapi nap volt az első, hogy így együtt léptünk fel, de előtte héten már próbáltunk, tehát egy térben találkoztunk, és azért tényleg az volt, hogy furcsa volt újra így ennyien egy térben együtt lenni, főleg én intimen, történeteket mesélve, mozogva, egymáshoz érve, de azért arra jutottunk, hogy ez mindent megér. A tegnapi előadáson már abszolút érezhető volt, hogy nagyon alacsony volt a nézőszám, úgy érzékeltük így a kamerának ezen az oldalán, hogy a mesélési kedv is alacsonyabb, úgyhogy egy ilyen laza előadás sikeredett, körülbelül ilyen harmad annyit játszottunk, mint szoktunk, viszont utána együtt elmentünk és egy kicsit így lecsengettük egy ital mellett ezt a tegnapi előadást. Azt gondolom, hogy tanulságos volt, nagyon igénybe vett minket ez az online térbe való működés, voltak ezeknek pozitív hozadéka is, de ma indulunk orfütekeresre egy táborba az egész társulat, és azt gondolom, hogy a rossz szájízt azt ki fogjuk tudni tenni, és hogy biztos vagyok benne, hogy vonunk le olyan következtetéseket, amiket fel tudunk használni szeptemberben, amikor újra színpadra állunk, illetve arra jutottunk, hogy volt egy ilyen playbackes magyarországi zoomos fórum, hogy azért ez a kettő nem összehasonlítható. Az egyik az egy adás, a másik pedig egy élő előadás, és hogy azért más tapasztalatokkal tudunk rendelkezni. Nem volt lemorzsolódás, voltak, akik nagyon markánsan megfogalmazták, hogy ők online nem szeretnének, több alkalommal megpróbáltak és eljutottak, nagyon tudjuk ezt tisztelni. Bennem is az született meg, hogy ezt nyitva érdemes hagyni. Azt gondolom, hogy vannak lehetőségeink, tehát hogy például fellépni majd világ másik táján embereknek, de hogy azért az Zoom-on belül dolgozni, az nagyon nehéz. Illetve az, hogy ez egy nemzetközivé tud szélesedni, az izgalmas tud lenni, de tegnap is éreztem azt, hogy nem látok nézőket, nincsenek információk, nincsenek reakciók, az játékmesterként is baromira megnehezít, és azt gondolom, hogy színészként is egy nagy kihívás. Nem morzsolódtunk le, hanem inkább azt gondolom, hogy újra defináljuk magunkat, az egymáshoz való viszonyunkat, és azt is, hogy hol vannak a határaink. A playback, azaz visszajátszás egy improvizációs színházi műfaj. A nézők élményeire épül, azaz abból készül a színház, amit a nézők megosztanak a színészekkel. A társulat tagjai is nehezen élték meg ezt az időszakot, hiszen az előadásoknak éppen a lényege veszett el, vagyis az intimitás. Én 2004-ben a volt feleségemmel elmentünk egy playback előadásra, és én ott meséltem, és ő ezen megbántódott. És én nagyon megutáltam a playbacket, és azt mondtam, hogy én soha az életben nem fogok soha többé playback színházba menni. És 2008-ban mégis valahogy úgy alakult, hogy az egyik társulati tag éppen elment, és megfogalmazódott bennem, és megkérdeztem tőle, nem tudtam, hogy ő társulati tag, az sem, megkérdeztem tőle, hogy tud-e kapcsolatot a Pécsi Playback Színházhoz, és mondta, hogy én most megyek el, pont lehetne egy ilyen váltás, és hát így kapcsolódtam nagyjából 12 éve ehhez a színházhoz. A playback tekintetében az online időszak, hát első körben nagyon izgalmasnak tűnt. Első körben az volt az első elképzelésem, hogy csinálunk valami olyat, ami még nincs. Sose próbáltuk, és nem is nagyon volt rá példa. Tehát ilyen típusú színházi előadás összesen legjobb tudomásom szerint az egész világon 2 darab volt, egy Bulgáriában és egy Mexikóban, és Magyarországon egyáltalán nem volt. Ennek az egésznek a technikai feltételeit megteremteni, hogy hogyan kell ezt tulajdonképpen kivitelezni, ez egy teljesen sötét folt volt mindannyiunk számára, úgyhogy viszonylag sokat telefonálgattam embereknek, hogy a technikai részéről mondjanak egy pár szót. Ez volt a kezdeti időszak, és az első előadás az nagyon-nagyon élményszerű volt. És aztán a második előadás már nagyon munkás volt, és én borzasztóan elfáradtam. Plusz ugye a playback az egy intimitásra épülő műfaj. Tehát, hogy kell hozzá egy csomó érzelem, ami nem a színpadról jön, hanem a nézőközönség felől. Tehát, hogy mivel az ő történeteiket játsszuk, az ő személyes, nagyon személyes történeteiket, ezért szükség van az ő metakommunikációjukra, meg az, hogy lássuk, hogy hogyan reagál a közönség. Borzasztó nehéz egy ilyen ingerszegény környezetben működni, óriási energiát kíván, és nagyon nagy fegyelmet.
A Pécsi Playback Színház most nyári szünetet tart, aztán szeptembertől a tervek szerint újra a Művészetek és Irodalomházában lesznek az előadásaik, és készülnek a 25 éves jubileumukra. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!